Élt egyszer két testvér egymás mellett, két dombon. Egy völgy húzódott közöttük. A báty egyedül élt, nem volt családja. Öccsét viszont feleség és gyerekek vették körül. Estéig dolgoztak a földeken, egyetlen szó nélkül. És mikor már túl voltak az aratáson, egyenlően megosztoztak mindenen, és a két fivér hazatért saját otthonába. Egyik évben tízszer annyi gabona termett, mint máskor. A fiatalabb fivérnek nem jött álom a szemére. Így töprengett. Milyen szerencsés évünk volt. De mit csináljak én ennyi gabonával? Nekem feleségem van és gyermekeim, akik gondoskodnak rólam és a földről, ha bármi történik velem. Ám a bátyám egyedül van. Ha baj éri, szüksége lehet majd a tartalékra. Fölállt az asztaltól, lábujjhegyen leosont a magtárba, fölnyalábolt annyi zsákot, amennyit elbírt, és elindult a holdfényes völgyön át fivére háza felé. És ment a holdfényes völgyön át, fivére háza felé. Félúton a két testvér összetalálkozott. Egy ideig csak nézték egymást szótlanul. Akkor az Isten lenézett odaföntről, és így szólt. Ez az a hely, ahol megépítem az első templomot.